Vasárnapig tart a program Kavalkád az egri belvárosban, ahol az utcazenészek versenyén túl vínókóstoló ünnepen, képzőművészeti utcafesztiválon és irodalmi szalonon is részt vehetnek az érdeklődők. A programsorozatról a szervezők számoltak be. Lássuk! Még vasárnap is mindenkit arra buzdítunk, hogy látogasson ki, hiszen itt lesznek a borászok, itt lesznek az utcazenészek, még vasárnapi nap is, és az alkotásokat is majd itt még meg lehet tekinteni. És vasárnapi ebédet. És vasárnapi? Ebéd. És vasárnapi ebédet is. Vínómenüt is el lehet költeni. Ebben az öt napban összesen 144 zenész, 35-40 formációban fog föllépni, Eger 15-16 kijelölt pontján, és két óránként váltják egymást. Hogy egészen pontosan hol, arról egy térképet rajzoltunk, és ezt a térképet a kereskedelmi, illetve az vendéglátós partnereinknél tudják megtalálni az emberek, lakosok, illetve mindenki, aki Egerbe látogat a mai napról szerdától vasárnapig. És ezeket a zenészeket kell lájkérmékkel dotálni, és a zenészek azért gyűjtik ezeket a lájkérméket, hogy megnyerjék a egri közönség díjat. És azt fogja megnyerni, aki az öt nap alatt a legtöbb ilyen lájkérmét fogja begyűjteni. Úgyhogy 5 napon keresztül folyamatosan zenélnek a közönség kegyeiért, és két színpadot állítottunk idén, az egyiket itt a Dobótéren, itt is lesz majd zene, a másik pedig a Kepes Intézet előtt, az egy irodalmi színpad, ott is lesz zene 10 órától egészen éjfélig, de annak az a különlegessége, hogy az esti órákban 8 órától pedig különleges irodalmi előadások lesznek. Lehet kóstolni, több mint 100 borral lehet találkozni ezen az eseményen. Én úgy gondolom, hogy egy rendkívül nagy lehetőség a bor szeretőért és kíváncsi emberek részére, hogy egy keresztmetszetet kaphassanak a kor, bor stílusáról, amit az egri borvidéket érinti. 17 képzőművész, 4 kézműves és 2 szobrász fog bemutatkozni, tehát ez a mi újdonság. Ami még újdonság, hogy grafikusok is részt vesznek a fesztiválon, és hát nagyon színes paletta, egy sokrétű stílusban alkotó művészcsapat fogadja itt a kedves érdeklődőket. Az ember azért született, hogy Isten költője legyen. Ilyen környezetben, ahol művészekkel, képzőművészekkel, zeneművészekkel, irodalmi művészekkel itt lehet egy bortermelő, ez egy hihetetlenül izgalmas lelki élmény is. Miért? Gyakorlatilag a költő az azt jelenti, hogy a lelkében megfogalmazott gondolatokat megalkotja. Ezek a barátaim, ezek a bortermelők ezt csinálják. Ezeket a csodálatos borokat adják most önökhez, és erről szeretne szólni a vínókóstoló most már 5. éve, hogy nagy barátságban, szeretetben és hihetetlen méltósággal tudjuk megélni azt az örömet, amit ezt a csodálatos borvidék kínál. Ez most már úgy veszük észre, hogy egyfajta seregszemle a zenészek, az amatőr zenészek szemében, és mindenképp minden évben fontosnak tartják, hogy ellátogassanak ide hozzánk a városba, Egerbe, és a zsűri, hogyha erre kérdeztél rá, ugye a legeredetibb utcazenei performance, a legjobb hang és a legjobb hangszeres ezekben a kategóriákban dönt a zsűri. De természetesen a közönségnek is szavazata van, ez is elhangzott, tehát mi mindannyian vagyunk azok, akik eldönthetik, hogy ki az egriek kedvence, ezt egészen szombatig tehetjük meg, úgyhogy szombatig gyűjtsék a lájkérméket és járják körbe a várost, válasszák ki a kedvenc zenészüket, hordják oda nekik a lájkérmét, hadd nyerje meg az egriek kedvence pénzdíjazással járó díjat, úgyhogy ezzel is tudjuk támogatni a
magyar lelkes amatőr zenészeket, akik egyébként elég profi színvonalon játszanak. A városunkba érkezett zsűritagok is vannak, itt például Szolnoki Péter, a Bombonnak a frontembere, Szent Mihály Gábor, dobos, őt az első emeletből, illetve a repülőkből ismerhetjük, valamint Nagy Zoltán, az Eszterházi Károly Egyetem zenei tanszékének főiskolai docense. Ők hárman pedig a zenei szakmai zsűri díjakat fogják odaítélni.